Sziasztok! Ez is elkezdtem egy újabb terel résszel. Most a 37. rész következik. Ugyebár, jól tudom, igen, a 37. Ugyebár az előző részben azt csináltuk, hogy Grand Dominátort vettük meg, lekraftoltam ezt a full halló szettet, ami egy jó kis tudsz. Most eszembe jött minden hely. És ebben a részben most le fogom győzni a Skeletron Prime-ot, az utolsó Mechanical Boss-t a játékban, és hogyha legyőzöm, akkor le fogom tudni győzni majd a Planterát is, mivel hogy az is egy ilyen dzsungele, a dzsungelben lévő boss, és majd igen. Már itt a este zenéje, szóval hajrá! Gyerünk, oké, jól tudom sebezni még. Miért rossz golyót lő? Nem ez... Tudjátok. Úgy. Először a karajait kell legyőzni, mivel hogyha nem győzzük le a karajait, akkor a feje sokat többet véd. Hát szerintem igen. Nem tudom. Ezt így olvastam valahol. Így is hallottam. Hú, ez nem mozog. Itt van. Le is győztem már a kettő karját? Összes karját le is győztem? Húha, ez így gyors lesz. Na, ez az. Miért nem? Úgy látszik, a feje immunis a méregre, ezt már jó tudni. Elég jó sebzem, mit nem mondja. Elég egyszerű ez a Skeletron Prime, ahhoz képest, hogy milyen erősnek hittem. Nem tudom, hogy gyorsabb be, hogy legyőzöm. Gyorsabb be legyőzni. Maradok ennél szerintem, mert ez... Akkor is olyan jó dolog, ez a fegyver. Jó. A pirosban van azért. Hogyha már én most a méregre, akkor szerintem le is cserélem szilvábbá a tetre, amiket lövök. Vagy úgyis, ugyanaz, mint te. Na, mindjárt meg lesz. Na milyen meghal? Na. És... Meghalt. Meghalt a Skeletron Prime. Ez az utolsó izé. Ezért kiírta a chatbe, hogy The jungle grows restless. Ha jól ejtem ki. Mert ez azt jelenti, kérem szépen, hogy a dzsungelben megjelentek ilyen virágok, amiket hogyha kiütünk, akkor megjelennek a plantera. Amit nem kéne még legyőzni, mivel rohadt erős, és kéne, van egy kis taktika, hogyan kéne legyőzni. Amit nem sokára szerintem a következő részben meg is fogok építeni. Menjünk is haza. És nézzük, hogy mit adott ez a boss. Igen, 29 Soul of Fright-ot. És 31 Hallobart. Amik nem rossz dolgok. Ja, és Great Wailing Potikat. Azok se rossz dolgok igazából. Jó. Frightból mit lehet csinálni? Utána járok, csak beteszem a tuccokat. A hallóbárokat pedig magamnál tartom, hogy kéne megcsinálni az Excalibur-t. Meg kéne csinálni az Excalibur-t, mivel hogy az is egy, ahhoz a Terra Blade-hez kell az a kard. És hát, ja. Hm.
És itt is van az Excalibur, 12 darab kell hozzá, ennyi. Már több... De jó, lefagyott a terrária. Egyébként, hogyha követitek a csatornámat, akkor észrevettétek, hogy jött egy új sorozat, mégpedig a Praktikus Trükkök nevű sorozatom, ami egy... Én szerintem egy hasznos sorozat lesz. Most már az. Meg nem tudtam, hogyan kell legyőzni a Dukofishront. Igen. És erre a Dukofishronról jut eszembe, hogy... kéne csinálni egy gombabajomot ide alám. Ilyen kék gombabajomot, azért mivel, hogy egy... kell szerezni ezt a kék kis csalit, az a kis truffle wormot, azt hiszem. És azt meg kéne szerezni. Mivel az olyat kéne szerezni, hogy azon lehet megidézni a Dukofishront. Húha, lag, de jó vagy. Na. Nézzük, hogy feleztünk-e már fel gombabajomat. Én szerintem a feleztünk fel, csak nem tudom, hogy merre van. Á, pont alattam, tök jó. Szóval, az ott mit csinál? De mit csinálsz, fiam? Mindegy, hagyjuk. Elvenném magával. Na, itt is vagyunk. Hatalmas laggal, ezek mindegy. Megérkeztünk, és akkor vadászunk olyan kis kukacokra. Láttok mászkálni a földön olyan kis kukacszerűségeket, ami kék, és mozog, és kicsi. Mert te hiányoztad ennek. Ott van! Látjátok? Itt van. És Truffleworm. Megvan, oké. Okay. Szerintem elég nekünk csak egyelőre. Ezek egy... Jó, hagyjuk. Egyelőre, értetek? Na. Na, megyünk már haza, hát ilyen nincsen. És Broken Armor-t kaptam, tökéletes. Tényleg. Viszont, ha jól tudom, Nurse ki tud ebbe gyógyítani. Le tudja venni rólunk a negatív effekteket. Ja, igen. Ez most jó volt. Nos, hát itt is van a Truffleworm-unk. Ott, ajaj. Na. Szóval, ott is van a Truffleworm-unk, ami egy jó kis idéző a Dukofishronra. Most nem tudom, mert gondolkodok, hogy most a Dukofishront győzzem le először, vagy pedig a Planterát. Jó, hogyha legyőzöm a Planterát, akkor be tudok, ajaj, tele lesz a tárhelyen, megnézem gyorsan, hát mennyi a perc, 10, úristen. Jaj, nem töltem ki az előző videóm, oké, mindjárt jövök, pillanat. Ja, szóval ott tartottam, hogy... hogy ha legyőzöm a Planterát, akkor... akkor a dungeonbe lévő szörnyek erősebbek lesznek, és újféle szörnyek fognak megjelenni, amik új cuccokat adnak, amik nem is olyan rosszak. Igen, és ha legyőzöm a Dukofishront, akkor meg nagyon OP fegyvereket tudok szerezni, ahogy láthatta, ahogy elmondtam a előző videómban, ami a Praktikus Trükkök volt. Egyébként nézzétek meg, nagyon kis hasznos videó lett szerintem, én szerintem, meg a saját véleményem. Igen. Aki még nem lett, az nézze meg. Jó, mit akartam most csinálni? Megépítsem azért a Dukofishonnak a kis helyét. Ezt nem a Dukofishon fogom megyőzni, mert nagyon OP fegyvereket tud adni. Ne. Szóval azt fogom megyőzni szerintem. És szerintem föld... Jaj, nem! Basszus, most jut eszembe, nincsenek csapdáim. Azt pedig be kéne mennem a gólemhez, amit a panterad... szóval a panterát kéne izélni. Legyőzni először. Ó, pedig már azt hittem, hogy ezért le tudom győzni. Na, de mindegy. Jó, oké. Ezeket pedig ide.
ezt is ide. No. Mit nekünk ércek kellenek ide? Tök jó. Nos. Gondolkodok rá, hogy még kéne építeni még házat. Mivel, hogy Morel is be akar költözni, és már szinte már nincsen házam, és szobám. Miért vagyok ilyen hülye? Itt egy csomó szoba. Na jó, hagyjuk. Jó? Építeni fogok még házat. Na de miből? Miből? Építenék szeretnék házat. Fából nem. Valami különleges blokkokból, különböző blokkokból szeretném most építeni házat. Tök házhoz mit szóltok? Megnézem. Mennyi tököm van. Gomba. Gombaház. Gombaház se rossz. Csak kevés van belőle. Alatta mi van? Itt van, 64 tök. Hát ez kevés lesz, úgy érzem. Nem, de vegyük ki, és vegyünk még tök magot. Attól a csajtól. Jó, sok tök magot nem fog kelleni, érzem. Na jó, tudjátok, mit inkább veszek ilyen 50-et. 48, 49, 50, zsír. Akkor szedjük is le, ami megteremet már. Innen, ilyen, yeah, és meg is termet már. Elég sokat ad, mert nem azért. Tessük el. Jó. És te tíz. Itt tök jó, és akkor gondolkodunk, hogy hova kéne építeni ezt a csodás házat. Még gondoltam egyet, hiszen nem jobbra fogom építeni. Ajaj. Itt van még a háttér. Jaj, már. Én szerintem ezt kifogom vágni, fel fogom gyorsítani, még ezt a hátteret kiszedem, mert ez itt nagyon elrondítja itt a cuccokat. Na jó, mindjárt meg is leszünk, és nagyjából készen is lennénk, és még ott a fa. Ez csak a háttér bezavarta, hogy van tökünk. Ez milyen tök jó, ha. Na jó, adjuk ezeket az ózsdi poénokat. Milyen, nem tudom milyen széles legyen.
Svájcon is van. Ez a csodálatos ház. Remélem fognak is beköltözni emberekék. Biztos be fognak költözni pár, mivel hogy ez egy ház, ami jó az NPC-knek, és ennyi. Ja. Na gyerekek! Ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, osszatok meg a videót, ennyi lettem volna mára, sziasztok!